Vérhiány, kevesebb volt a véradók száma nyáron a tervezethez képest Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Népszerű a pedagógus képzés, csak nem megduplázódott a tanárképzésre felvett hallgatók száma idén a tavalyihoz képest. Tiszpol akció. A rendőrség szerdától péntekig Magyarország egész területén ellenőrzi a gépjárművek sebességét. Kevesebb volt a véradók száma nyáron a tervezethez képest Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Nyíregyházán és vonzás körzetében heti 195, megyei szinten pedig 500 donorra lenne szükség ahhoz, hogy zavartalan legyen a vérellátás, és ne mondjanak le műtéteket. A véradást nehezítette a hosszan tartó hőség, a szezonmunkák és a szabadságolás is. A nyár mindig kritikus időszaknak számít a véradás szempontjából. Ennek fő okai a szezon munkák és a hőség, a munkahelyi véradásokat pedig a szabadságolás befolyásolja. Egy donor évente többször is adhat vért, legkevesebb azonban 56 napnak kell eltelni két alkalom között. Fontos tudni azt is, hogy a véradás nem olyan, mint a vérvétel. Nyugodtan lehet előtte enni és inni. 18 és 65 év között minden egészséges felnőtt jelentkezhet donornak, ha eléri a test súlya az 50 kg-ot. Az idei nyáron országos szintű nyereményjáték is indult a véradás népszerűsítésére. Nyári feltöltődés, tölts fel másokat, adj vért című kampányt indított a Vöröskereszt az Országos Vérellátó Szolgálattal. Egyrészt ezzel próbáltuk felhívni a figyelmet a nyári véradás fontosságára, és megtartani a véradó donorokat. Másrészt mindenféle fesztiválhoz, nagyobb eseményhez, falunaphoz próbálunk kapcsolódni, és terven felüli véradásokat is beiktatunk, hogy azok, akik nem tudtak elmenni, vagy mégis kedvet kapnak hozzá, akár ott a helyszínen is, akkor ezt meg tudják tenni, és tudjanak segíteni. Ahhoz, hogy zavartalan legyen a vérellátás, és nem mondjanak le műtéteket, Nyíregyházán és vonzás körzetében heti 195 véradó szükséges. Ez a szám megyei szinten heti 500. Idén nyáron azonban volt, amikor ennek a számnak a 35%-át is alig érte el a donorok száma. A véradást a hosszan tartó hőség is negatívan befolyásolta. A nyári időszakban ugyanúgy, ahogyan az ország más területén is, Szabolcs megyében is elmaradtunk a tervektől. Nyilván a munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a donorokat elérjük is, hogy ott tudjanak lenni a véradásokon. Minden héten, minden nap van véradásunk. A véradás.hu weboldalon mindenki tud arról tájékozódni, hogy éppen melyik településen vannak olyan véradások, ami a lakóhelyéhez közeli el tud menni, meg tudja ezt valósítani, akkor ha éppen a saját településén most az adott időszakban nem volt. A területi vérellátó szolgálat munkatársai minden nap várják a donorokat. A Vöröskereszt legközelebb pedig idén első alkalommal a Vidor Fesztiválon is biztosít véradási lehetőséget. Augusztus 26-án és szeptember 1-én a Váci Mihály Művelődési Központ biztosítja majd a helyszínt. Csak nem megduplázódott a tanárképzésre felvett hallgatók száma idén a tavalyihoz képest. A növekedés a Nyíregyházi Egyetemen jelentős, mintegy 20%-kal több diák kezdi meg tanulmányait idén szeptembertől, mint 2016-ban. A pedagógusok ettől a tanévtől béremelésre is számíthatnak, az osztályfőnökök akár 60 ezer forinttal több fizetést vihetnek majd haza. Természettudományos területen, illetve hátrányos helyzetű településeken még mindig jellemző a pedagógus hiány. A szakmának jó hír azonban, hogy egyre többen jelentkeznek tanárképzésre. A Nyíregyházi Egyetemen a 2017-2018-as első fél évben például 123 hallgató kezdi meg tanulmányait osztatlan tanárképzésen. A Nyíregyházi Egyetemen az osztatlan tanárképzésre felvett hallgatók létszáma nagy örömünkre nőtt, egy olyan 20%-os növekedést tudhatunk az előző évhez képest ebben a tanévben. Ebben még nincsenek benne a pótfelvételi adatok, ezeket ugyanis a napokban várjuk, tehát még némi növekedés ezen túl is tapasztalható majd. Az osztatlan tanárképzés 10 fél éves tanulmányi időt jelent az érettségi után. A diákok itt két szakot is tanulnak. Azok, akik valamilyen oklevéllel már rendelkeznek, pedig egy rövid ciklusú mesterképzésen kaphatnak tanári végzettséget. Néhány tanárképzésen gyakorlati vizsga is szükséges a felvételihez, ilyen például a rajz, énekzene és testnevelés szakos pedagógus. A legutóbbi felvételi időszakban a középiskolások 21 intézménybe jelentkezhettek tanárképzési szakokra. A számok itt is növekedést mutatnak. Az osztatlan tanárképzésre jelentkezők és felvettek száma folyamatosan bővül 2014 óta.
ugye akkor került 13-ban került bevezetésre ez a képzés. Az elmúlt években, illetve 13 óta is töretlen a növekedés, 14-ben 1600-an kerültek felvételre, az idei évben pedig 2337-en, tehát közel majdnem megduplázódott a felvettek száma, az első helyes jelentkezők száma idén az 3040 volt. A diákok számának növekedését a pedagógus életpályamodell kialakítása is segíti, ezt a Klebersberg központ szakmai elnök helyettese nyilatkozta televíziónknak. Ennek része a pedagógusok béremelése, amely 4 lépcsőben történt az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően szeptembertől átlagosan 3,5%-kal magasabb fizetést vihetnek haza a tanárok, valamint további differenciált emeléssel is számolhatnak. Ez kétféle dolgot jelent, ugye egyrészt is ez a fontosabbik része, hogy az osztályfőnöki pótlék, a munkaközösségvezetői pótlék, illetve az igazgatóhelyettesi pótlék, az ugye törvényi szabályozásban tolig határban van meghatározva százalékban, és ez ugye gyakorlatilag eddig is lehetőség lett volna úgymond ennek a differenciálására, de hát jól tudjuk, hogy mindenki, illetve a KK-n belül mindenki a legalsó határon adta ki a költségvetés szerint a pénzt rá, tehát mondjuk egy osztályfőnöki pótlékot 10%-on. Ennek a középre húzása történik meg most. Tehát gyakorlatilag minden intézmény, ha van 30 osztálya, akkor 30-szor 10%-kal többet fog kapni az osztályfőnöki pótlékra. Így például egy egyetemi oklevéllel rendelkező osztályfőnök a jelenlegi 18.900 forint helyett akár 60.900 forintot is hazavihet, ha a maximális összeget kapja az iskolától. A következő 5-10 évben egyre több pedagógus éri el a nyugdíjkorhatárt, ezért is lenne fontos az utánpótlás, tette hozzá Hajnal Gabriella. Pozitívum azonban, hogy a pályaelhagyás egyre kevésbé jellemző a szakmában. Ingyenessé teszi a kormány az első nyelvvizsga megszerzését 2018-tól a 35 évnél fiatalabbaknak, hangsúlyozta tájékoztatóján a Fidelitas Szabolcs-Szatmár Bereg megyei elnöke. Petnázi Dávid hozzátette, ma Magyarországon sok olyan fiatal van, akiknek szükségük lenne nyelvvizsgára a diplomájukhoz, illetve sokaknak van aktív nyelvtudása, de nincs róla bizonyítványuk. Ezért fontos az intézkedés, amire a kormányzat évi 3 milliárd forintot különített el. A kormányzat szeretné őket inspirálni, és szeretné, hogyha sok fiatal sikeres nyelvvizsgát tenne, ezért amennyiben sikeres nyelvvizsgát tudnak elvégezni, a kormányzat utólagosan visszafizeti számukra a nyelvvizsga árát. Vonatkozik ez a 35 évnél fiatalabb emberekre. Technikailag úgy néz ki a dolog, hogy miután valaki sikeres nyelvvizsgát tesz, elfárad az Új Nemzedék Központba, amely a Keskeny utcán található Nyíregyházán, ott bejelenti ebéli igényét, és utólagosan finanszírozzák az ő nyelvvizsgáját. A rendőrség szerdától péntekig Magyarország egész területén ellenőrzi a gépjárművek sebességét. Az úgynevezett TISPOL SPEED elnevezésű közlekedésbiztonsági ellenőrzés elsősorban a megengedett legnagyobb sebességet túllépő járművek vezetőinek kiszűrésére irányul, de kiterjed az illegális migráció, az embercsempészés, a kábítószerrel, valamint lőfegyverrel kapcsolatos, illetve a vagyon elleni bűncselekmények felderítésére, megszakítására is. Autókat állítanak meg a rendőrök a 4-es főút újfehértói szakaszán. Az ellenőrzés már a második leintett autónál szabálytalanságokat talált. Sofőrje ugyanis a megengedett 50 km/h sebesség helyett 69-el ment, ezért pedig járt számára a 30 000 forintos helyszíni bírság. A sofőrök többsége a Trafipax láttán automatikusan lelassított, de vannak olyanok is, akik igyekeznek mindig betartani a sebességhatárokat. Ez kell, hogy megtegyék értem a sebességkorlátozás véget mindenféleképpen, mert nagyon sokan nem tartsák itt be ezt lélét, sebességet. Mennek még százal is. Voltál ebből önnek baj, hogy jó? Nem. Hál' Istennek legapogjon, meg nekem nem volt. Sosem. Igaz, keveset is járok jobban, csak Fehértorra, meg Nyíregyházra bemegyek. Már 76 éves vagyok, én már nem száguldozok az autópályán. A rendőrség a TISPOL műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján szerdától péntekig tartja meg Magyarországon a TISPOL SPEED elnevezésű közlekedésbiztonsági ellenőrzését. Az akcióban elsősorban a megengedett legnagyobb sebességet túllépő járművek vezetőinek kiszűrésére figyelnek a rendőrök, de figyelmet fordítanak az illegális migráció, az embercsempészés, a kábítószerrel, valamint lőfegyverrel kapcsolatos, illetve a vagyon elleni bűncselekmények felderítésére is. Korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy
annak ellenére, hogy felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy tartsák be beengedett sebességhatárokat, ennek ellenére mindig intézkednek kollégáim olyan járművezetővel szemben, akik sajnos túllépik a beengedett sebességhatárt. A rendőrök figyelmeztetik a szabálysértő autósokat, büntetésként helyszíni bírságot szabnak ki, és szabálysértési feljelentést tesznek. Súlyosabb esetben közigazgatási eljárást kezdeményeznek a sofőr ellen. Játékok érkeztek a nyíregyházi Túróci Zoltán evangélikus óvodába. A LEGO pályázatán nyerte a felajánlást az intézmény. Az idén 24 iskola és óvoda kap játékokat, oktatási eszközöket a dán gyártól Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A cégcsoport 2014-ben indította el a helyi közösségek szerepvállalása elnevezésű programját. Azóta minden évben dolgozói kezdeményezésére támogatnak helyi közösségeket, intézményeket és családokat is. A cég jóvoltából az evangélikus óvoda több mint 1 millió forintból korszerűsödött, és esésvédő gumilap burkolatot kapott a játszótér. Nagyon öröm volt számunkra, hogy nyertünk ezen a pályázaton, és hát ennek eredménye az, hogy a LEGO 1 millió 600 ezer forinttal támogatta az óvodánkat, amiért nagyon hálásak vagyunk, és hát látható, hogy a gyerekek birtokba vették ezt a területet, és nagyon-nagyon örülnek neki. Ezáltal egy tiszta, egészséges, biztonságos környezet teremtődött meg az óvodába, ami mindannyiunk öröme. A szülők is nagyon hálásak, a gyerekek is, és mi az óvoda dolgozói is természetesen. Két lámacsikó is született a nyíregyházi állatparkban, az apróságokat hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Elkészült a Szuperliga sorsolása, így kiderült, hogy a nyíregyházi Teke Klub szeptember 10-én a BKV előre otthonában kezdi a bajnokságot. Az NTK a jövő hét végén a szlovákiai Nagysároson vesz részt egy nemzetközi tornán. A csapathoz kapcsolódó hír, hogy Szlovenszki Tibor műtétje után már elkezdte az edzéseket. Két fordulót követően három csapat 100%-os alapdarúgó megyei első osztályban, a Nyírgyulaj, a Balkány és a Sényő mindkét eddigi meccsét megnyerte, így 6 ponttal várhatja a folytatást. Három csapat, a Dombrád, a Tuzsér és a Rakamaz még nem szerzett pontot. Egy héten belül két kis lámacsikó született a nyíregyházi állatparkban. Az Andok Kalandok kifutó rendszerének legifjabb lakói jelenleg 8-10 kg-osak, de ivarérett korukra elérhetik a 100-120 kg-ot, vagyis meg fogják tízszerezni testtömegüket. A két kis lámacsikó, ha bár még csak 1 és 2 hetesek, már is láthatóan élvezik az életet. Jókedvűen futkároznak, hancúroznak kifutójukban. A csapat, mely élén egy vezércsődör áll, minden tagja érdeklődve figyeli az apróságokat, s azok már párnapos koruktól kezdve követik a velük immár 22 tagot számláló csapatot. A fiatal lámák a patások utódaira jellemző módon születés után néhány órával már lábra álltak, és követték anyjukat a kifutóban. Az Andok Kalandok legifjabb lakói 12 hónapnyi vemhesség után jöttek a napvilágra. A kis kancák jelenleg még anyatejjel táplálkoznak, de hamarosan elkezdik majd a szálas takarmányt is fogyasztani, amely jó rész szénából, fűfélékből, illetve zöldség és gyümölcsfélékből állnak majd. Az apróságok körülbelül 8-10 kg-osak most, de ivarérett korban akár a kis kancák elérhetik majd a 120 kg-os testtömeget is. A láma a dél-amerikai tevefélék 4 faja közül a legismertebb, mintegy 6000 éve háziasították a vad guanakóból. Természetes környezetükben, Dél-Amerika bokros füves területein, Peru déli részétől Bolívia nyugati feléig terjedtek el, illetve Argentina északnyugati részétől Chile északkeleti feléig. Ők voltak Amerika egyetlen teherhordó állatai, akár 45-60 kg-ot is képesek cipelni. A legfontosabb háziállattá váltak az andok indián kultúrájában, hiszen a teherhordás mellett ették a húsát, feldolgozták a bőrét és a szőrét, zsírjával világítottak, trágyájával tüzeltek. A spanyolok hódítása után, vagyis a lovak, szamarak és juhok érkezésével a szerepük csökkent, ma már inkább hobbiállatként tartják világszerte.
Elkészült a Szuperliga sorsolása, így kiderült, hogy a nyíregyházi Teke Klub szeptember 10-én a BKV előre otthonában kezdi a bajnokságot. Az NTK a jövő hét végén a szlovákiai Nagysároson vesz részt egy nemzetközi tornán. A csapathoz kapcsolódó hír, hogy Szlovenszky Tibor műtétje után már elkezdte az edzéseket. Július közepe óta készülnek az új szezonra a nyíregyházi tekézők, akik a Kárpát-kupán már élesben is tesztelhették formájukat. A korábban megszokott sorsolási rend alapján úgy számoltak fintáik, hogy a Szolnok ellen kezdik majd el a bajnokságot. A szövetség azonban változtatott, új szisztéma szerint alakította ki a párosításokat. Mindig az előző évek helyezése alapján osztották ki a sorszámokat, és ebbe az évben úgy döntött a versenybizottság, hogy teljesen megkavarja ezeket a sorszámokat, és akkor alapból lettek kihúzva. Egyedül az a Zalaegerszeg egyes sorszámát, mint bajnokként megkaphatta. Külön kérés volt még a nemzetközi kupákban érintett csapatok részé, hogy az első 4 fordulóban lehetőleg ne találkozzanak, úgyhogy ezt is mindenképpen figyelembe kellett venni a versenybizottságnak, úgyhogy nagyon érdekesen alakult a sorsolás pillanata. Azonban számunkra ez nem befolyásoló tényező volt igazából. A Nyíregyházi Teke Klub a 7-es sorszámot kapta a kalapúzásból, és ahogy kialakult rögtön a sorsolás alapján, rögtön az első mérkőzésünk, tehát egy nagyon fontos mérkőzése kell, hogy kezdjük a Kaposvárral, míg a másik fordulóban a BKV előrével kell majd találkoznunk. A sors azonban úgy hozta, hogy mégsem a Kaposvár ellen kezdik majd a szezont a nyíregyházi tekézők. Egy héttel eltolódik számunkra a bajnoki rajt, mivel a Sáris kupa egy héttel eltolódik a sárisi nemzeti ünnepük miatt, végülis a Sörgyárnak a nemzeti ünnepe miatt, és arra szervezték át a Sáris kupát, és ez számunkra nagyon jól jött, mert így akkor a Kaposvárra le tudjuk halasztani azt a mérkőzést, amit rá egy hónapra fogjuk majd lejátszani Kaposváron, és bízunk benne, hogy akkorra már igencsak felkészült állapotba tudunk érkezni, és nagyon szeretnénk már ott végre egy meglepetést okozni, és hogy még ne legyen vége a csavaroknak, így a BKV előre is kérte, hogy ne Nyíregyházán kezdjen a bajnokságban, hanem felcserélhessük a pályaválasztói jogot, és így alakulhatott ki, hogy valójában szeptember 10-én vasárnap a BKV előre otthonában kezdjük majd el a bajnokságot. A nyíregyházi csapathoz kapcsolódó hír, hogy térműtétje után elkezdte az edzéseket Szlovenszky Tibor, aki a szezon későbbi szakaszában léphet majd pályára bajnoki mérkőzésen. Két fordulót követően 3 csapat 100%-os alapdarúgó megyei első osztályban. A Nyírgyulaj, a Balkány és a Sényő mindkét eddigi meccsét megnyerte, így 6 ponttal várhatja a folytatást. 3 csapat, a Dombrád, a Tuzsér és a Rakamaz még nem szerzett pontot. Az első forduló után 6 csapat állt 3 ponttal a tabellán, a második fordulót követően viszont már feleződött a létszám. A Baktoló Rendháza 2-0-ra kikapott Nagyhalászban, a Vásáros Namény Tarpán szenvedett 3-2-es vereséget, a Máté Szalka pedig Nagy Ecseden játszott 3-3-as döntetlent. A Mándok 4-2-re győzött Rakamazon, a Fehér Gyarmat a Dombrád ellen nyert 2-0-ra. A Nyírgyulaj 5-1-re ütötte ki a Kótajt, a Sényű a Tuzsér otthonában győzött 2-0-ra, a Balkány pedig a Tiszavasvárinál bizonyult jobb szintén 2-0-ra. Egy nagyon jó mérkőzés volt, én azt gondolom, hogy a helyzetek alapján megérdemelten nyertünk, de igazából nem is ezt tartom nagy bravúrnak, hanem inkább a tarpai győzelmünket, mert ott senki nem adott nekünk esélyt, és ez a kis fiatal csapat azon a 2 meccsen megmutatta, hogy van bennük potencia, hiszen az egyik része még játszhat az IFI-be, a másik része most öregedett ki az IFI-ből, úgyhogy szinte a 80%-a 19-20 éves gyerekekből áll, és hát megmondom, őszintén engem is megleptek. Bár a felkészülés idő alatt már lehetett látni, hogy ez egy nagyon tehetséges társaság, hát örülök, hogy így kezdtünk. Sikerült egy olyan játékrendszer begyakorolni, ami a srácoknak a legjobban fekszik, illetve borzasztó nagy a bizonyítási vágy ezekbe a gyerekekbe, hiszen a többségük még most játszik felnőtt osztályba, és hát mindenki bizonyítani akar, és hát ezt próbálom én is meglovagolni. A harmadik forduló párosítása a következő, Tarpa Fehérgyarmat, Baktoló Rendháza Balkány, Tiszavasvári Vásárosnamény, Dombrád, Nyírgyulaj, Mándok Máté Szalka, Nagy Ecset Tuzsér, Sényű Nagyhalász és Kótai Rakamaz. A második fordulót is sikerrel vette Fucsovics Márton a Winston-Salami ATP 250-es kemény pályás tenisztornán. A világranglista 122. helyén álló nyíregyházi játékos 6-3-3-6-6-1-re verte az 50. helyen jegyzett portugál João Sousát. Fucsovics a következő fordulóban a ranglistán 45. brit Kyle Edmund ellen lép pályára.
Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Kevesebb volt a véradók száma nyáron a tervezethez képest Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Nyíregyházán és Monzás körzetében heti 195, megyei szinten pedig 500 donorra lenne szükség ahhoz, hogy zavartalan legyen a vérellátás, és ne mondjanak le műtéteket. A véradás nehezítette a hosszantartó hőség, a szezonmunkák és a szabadságolás is. Csak nem megduplázódott a tanárképzésre felvett hallgatók száma idén a tavalyihoz képest. A növekedés a Nyíregyházi Egyetemen jelentős, mintegy 20%-kal több diák kezdi meg tanulmányait idén szeptembertől, mint 2016-ban. A pedagógusok ettől a tanévtől béremelésre is számíthatnak, az osztályfőnökök akár 60 ezer forinttal több fizetést vihetnek majd haza. A rendőrség szerdától péntekig Magyarország egész területén ellenőrzi a gépjárművek sebességét. Az úgynevezett Tispol Speed elnevezésű közlekedésbiztonsági ellenőrzés elsősorban a megengedett legnagyobb sebességet túllépő járművek vezetőinek kiszűrésére irányul, de kiterjed az illegális migráció, az embercsempészés, a kábítószerrel, valamint lőfegyverrel kapcsolatos, illetve a vagyon elleni bűncselekmények felderítésére, megszakítására is. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták augusztus 23-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, nyugat felől száraz, egyre melegebb levegő éri el hazánkat, emiatt több fokkal erősödik a nappali felmelegedés. Az előttünk álló éjszaka nagyrészt derült lesz az ég, csapadék nem valószínű, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napos idő várható kevés fátyolfelhővel, csapadék nem lesz, a déli szél időnként megélénkül. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A következő napokban, a hét második felében sok napsütéssel az ország egyre nagyobb részére visszatér a kánikula. A jövő hét elején érkező hidegfront záporok, zivatarok kíséretében gyorsan átvonul majd felettünk. Hatására pár fokkal csökken a nappali felmelegedés mértéke, de marad a meleg idő.